Gyönyörű klasszikus fahajók a Dragonflotta bajnokságon és a Fehér Szallagon, utóbbin a legmodernebb katamaránokkal összeeresztve. De legalább ilyen látványos volt a bankárok vagy éppen a kereskedők külön küzdelme Kenesén. Ha még a horvát Boldizsár emlékverseny eseményeit és az olimpiai láng útjának Finn VB-t érintő részét, sőt a brit legendával Ben Ainsley-vel készített exkluzív interjút is szeretné látni, tartson velünk most a H2O magazinban! Dragon Szövetség alapította ezt a kupát, a Dragon Flotta bajnokság győztese kapja, amit most idén 6. alkalommal rendezünk meg, és Johan Anker nagy díja neve. Itt rajta van, hogy eddig kik nyerték, ugye 5 alkalommal már erre sor került, és vasárnap megtudjuk, hogy idén ki kapja meg. Johan Anker volt egyébként annak a hajónak a tervezője, amelyikből később a Dragon lett, 1929-ben tervezte ez a norvég hajó tervező. Úgyhogy őróla neveztük el ezt a kupát. Magyarországon körülbelül 30 Dragon van, ebből egy olyan 15-20 hajó versenyez folyamatosan. Általában ők indulnak a magyar bajnokságokon is, ez idén ősszel lesz, ezért a flotta bajnokságot most júniusban tartottuk, és 14 hajó indult, ezek közt azok vannak, akik általában Dragonban versenyeznek. A 3 napos Dragon Flotta bajnokság végig remek szélben zajlott, mind a 7 tervezett futamot sikerült megrendezni, így a közvetlenül az ausztriai Európa bajnokság előtt megtartott verseny nagyszerű erőfelmérő volt. Mint újonc dragonos, milyen volt az első verseny? Érdekes volt, meg kell szoknunk még ezt a hajót, különös tekintettel arra, hogy a szólingból ültünk részben most át, illetve még nem hagytuk abba a szólingozást, és hát egy kicsit nehézkes az öreg hölgy, máshogy fordul, más a szerelvényezése, de szokogatjuk, úgyhogy azt gondolom, hogy látunk benne jövőt és fantáziát a csapat számára. És a verseny hogy tetszett? Azt gondolom, hogy egy szép, kellemes kis mezőny jött össze, viszont létszámban jó lenne, hogyha azt a bűvös 20-as számot elérné a magyar dragonflotta. Azt hiszem ez az a kritikus határ, ami fölött sokak számára lehetne vonzó és tovább növekedhetne az osztály. Ennek nemzetközi szinten abszolút van létjogosultság, a légivén azt hiszem mondhatjuk így, hogy a reneszánszát éli ez a hajó osztály. Milyen amatőr versenyzők vesznek részt ezen a versenyen? Van egy VIP futam, ahol a profi versenyzők mellé én, mint a bank dolgozója, és kedves ügyfeleink is beülhetnek. Nagyon boldog voltam, mert most végre lehetőségem volt verseny keretében kipróbálnom. Dragon egy nagyon összetartó csapat, egy család, és most már azon, hogy mi is 5 éve támogatjuk őket, mi is ennek a részesei vagyunk, mint Erste Pride Banking. Nagyon stabil a gárda, az Európa-bajnokság kapcsán egyre többen kapcsolódtak be a szakosztályba, és van egy nagyon-nagyon stabil mag, aki az összes versenyen részt vett, és azon, hogy a következő években is nagyon szép jövő előtt állnak. A Gömbös Lórend kormányzásával hasító hajó ezúttal is szinte utolérhetetlen volt. A Jampec 5 futamot is megnyert, és már 4. alkalommal hódította el a kupát. Mögöttük a dobogon Dr. Tenke Péterék és a Seven Arts, valamint a Gereben Márton kormányozta, és a leggyorsabb klasszikusnak bizonyult Jorikke végzett. Idén is a jól bevált Kenese Marina portvitorlás kikötőben találkozott a pénzügyi szakma hazai elitje, hogy próbára tegye vitorlás tudását a Generali Bankár kupán. Hányadik alkalommal rendeztétek meg ezt a versenyt? A Bankár kupát 16. alkalommal, a biztosítási kupát pedig 12. alkalommal. Az a nagyon érdekes az idei évben, hogy a Generali által az első nap nagyon komolyan felértékelődött. Korábban a biztosítási kupán 11 hajó volt, az volt a csúcs, most 28-an indultak, és hát ezt a számot sikerült megdupláznunk vasárnapra, így 55 hajóval indult el a mai regatta. Nagyon-nagyon szép és számomra szívet melengető verseny volt a tegnapi is és a mai is. Tegnap egy nagyon jó 2 futamos up and down vitorláztak a versenyzőink, 2 osztályban, a Nautic 330-as és a Zsano 36-os osztályokban versenyeztek. Mióta vitorlázik?
Engem először körülbelül 5 évvel az akkori vezérigazgatónk csábított el egy rövid útra, és nagyon-nagyon élveztük. Milyen volt a verseny? A verseny nagyon jó volt, a hangulat különösen jó volt. Különleges időben, különleges helyszínen, különleges emberek eltölteni 2 napot, ez nagyon nagy élmény számomra. Milyen érzés volt belülről figyelni a versenyt, mint versenyző? Hát én nagyon örültem, hogy az irányítás most nem az én kezemben volt, és csak végre kellett hajtanom az utasításokat, hogy melyik kötelet, hová, milyen irányba fogunk haladni. Nagyon jó, amikor más irányít. Én nagyon-nagyon élveztem. Azok a rendezvények, amelyek közelebb hozzák egymáshoz az embereket, azok mindig sikeresek. Nagyon sokszor kutatták azt, hogy melyik a legjobb csapatépítő, hol érzik magukat a legjobban az emberek. Általában ott, ahol van közös kaland, közös erőfeszítés, és a végén egy jó evésívás. Az ilyen kupáknak is köszönhetően sok pénzügyi vezetőnek van már tapasztalata a balatoni vitorlázásról, de a jobb hajók, mint például a Liza sebessége, még a gyakorlottabbakat is lenyűgözi. Én nagyon szeretek vitorlázni, ez most egy más kategória, elképesztő, tehát gyakorlatilag semmi szélbe ez vágtak, mint egy motorcsónak. Csodálatos volt. A teljes nagyhajós mezőny megmutatta magát, a különböző karakterű hajók nagyon szépen vitorláztak, és a győzelmet az Avatar szerezte meg, aki hát egy picikét most már klasszikusnak számító, de az egyik leggyorsabb egytestű hajó a Balatonon. A második helyre szoros csatában érkezett egy katamarán, aki a 2 évvel ezelőtti kék szalag győztes hajótípusa. És én azt gondolom, hogy az idén is esélyes hajó lesz, ez a Budakes Vodafone hajó. És harmadik lett a Budapest Bank Liza címvédő hajó, nagyon tényleg minimálisan lemaradva, úgyhogy azt gondolom, hogy az élmezőny megmutatta magát, hogy felkészült és készen áll arra, hogy megvívja a harcot a kék szalagért. Az idei Finn Gold Cupot az angliai Falmouthban rendezték mostoha időjárási körülmények között. A világbajnoki mezőnyben magyar finnesek is szerepeltek, akiknek nem is titkolt célja az olimpiai kvóta megszerzése volt. Az embert próbáló tengeri viszonyok között végül minden erőfeszítésük ellenére sem sikerült a magyar fiúknak a kvóta szerzés. Igazából ilyen szélben még gyakorlatilag nem hogy egyáltalán, de azért eléggé ritkán tudunk vitorlázni, sőt, talán ez volt eddig így az utóbbi egy pár évben a legerősebb szeles napom így versenyen, tehát mondhatni eléggé túlélős volt nekünk. Ekkora hullámokban még nem nagyon sikerült ekkora széllel együtt vitorlázni. Igazából nem a szél volt a legnehezebb, hanem a hullámzás, tehát iszonyatosan nagyok voltak a hullámok, és erre abszolút nem voltunk felkészülve. Sokkal több örömre volt oka a házigazdák legendájának, aki az 5. napon megmutatta, hogy vitorlázásban is létezik mesterhármas. A mezőny jelentős részének gondot okozott a viharos szél, de őt ebben az zord időjárásban se hagyta cserben tehetsége és rutinja. Mind a 3 futamot behúzta, így végső győzelme is megkérdőjelezhetetlenné vált. Ben Ainslie már 6-szor lett a földkerekség legjobbja. Ez alkalommal honfitársa Ed Wright és a dán Håke Christensen fért fel még a dobogóra. Ahogy arra számítani lehetett, igazán küzdelmes verseny volt. Mégiscsak egy világbajnokságról van szó, nagyon erős mezőnnyel, ide nem csak az Egyesült Királyságból, hanem tényleg mindenhonnan érkeztek el itt versenyzők. A néha tomboló szélben a nagy nevek mellett rengeteg feltörekvő fiatal is próbálkozott. Nehéz volt, de néhány héttel az olimpia előtt ilyennek kell lenni egy versenynek. Egy világbajnokság pedig természetes, hogy mindig kemény dió. Nagy-Britannia valaha élt legsikeresebb vitorlázója, tehát finn osztályban világbajnoki csúcstartó, és ne feledjük, emellett 3-szoros olimpiai bajnok is. Abszolút indokolt tehát, hogy a londoni olimpia szervezőbizottságának ő ráesett a választása, a Szigetországban elsőként ő vihette a fáklyát.
Ez nem csupán a főhősnek, de az egész sportágnak fantasztikus elismerés. Ainsley meghatottan nyilatkozott arról, mennyire felemelő érzés, hogy hazája rendezheti a játékokat, és biztos abban, hogy minden szempontból lenyűgöző olimpiára számíthatunk. Ez egy nagyon különleges pillanat az életemnek is. És az is, hogy az olimpiát mi rendezhetjük meg. Olimpikonok és világsztárok jönnek el hozzánk a mi városunkba, végtelenül büszke vagyok. Gondoljunk csak bele, micsoda erőfeszítéseket tettek az emberek, hogy mindez megvalósulhasson. Csodálatra méltó az itt lakók reakciója, kijöttek a láng véget ide, és ilyen pozitívan állnak a közelgő olimpiához is. A váltó Anglia délnyugati csücskéből, Lenzenből indult. A lánggal a július 27-i megnyitóig összesen 8000-en futnak, ez 8000 mérföldnyi, azaz majdnem 13000 kilométeres utat jelent 70 nap alatt. Hi. Hello Magyarország! Nézzétek a műsort, élvezzétek a vitorlázást, jó szelet! Szerencsések vagyunk olyan szempontból, hogy közöttünk vannak azok a úgymond élő legendák, akik olimpiákon, más világversenyeken szerepeltek, vagy csak egyszerűen azt lehet mondani, hogy az egész életüket a tóparton töltötték, és legendákat tudtak ilyen értelemben látni és megvalósítani. Ezért jött az ötlet, hogy indítunk egy olyan, hogy mondjam, alkalmat, hogy Festetics törzsasztalt hívunk össze, most hagyományteremtő jelleggel a Fehér Szalag előtti este egy vacsora keretében. Nagyon örülök, hogy lényegében a 35 meghívottból 30-an voltunk, mindenki elmondta ilyen értelemben a véleményét, és hát jó volt hallgatni, hogy ők mit látnak fejlesztendőnek, a Festetics programhoz hogy viszonyulnak. Honnan jött a Festetics program ötlete? Lényegében azt gondolom, hogy egy olyan nagy rendszer, ami ugye több mint 80 éves, és az ember hozzányúl és végignézi, hogy mennyi helyen kell vagy lehet javítani, az érdemes egy olyan írásos műbe foglalni, amit mások is tudnak elolvasni, hozzá tudnak szólni, sőt, ami a legfontosabb, hogy a kívülállók is értik, hogy mit csinálunk. Kívülállók alatt értem mindazokat, akik adott esetben támogatni akarják a magyar sportot, azonban a vitorlázást, vagy adott esetben mondjuk olyan szülők, akik úgy gondolkoznak, hogy vitorlásnak adják úgymond a gyerekeiket. Azt mondtuk, hogy van olyan mondandónk, hogy mi legyen az utánpótlás nevelésben, mi legyen az edzői életpálya kapcsán, hogyan viszonyulunk a klubokhoz, a versenynaptárhoz, hogyan viszonyulunk ahhoz, hogy legyen mondjuk vitorláskártya, hogyan viszonyulunk ahhoz, hogy a médiában hogy érdemes megjeleníteni a vitorlázást, és fölvázoltunk egy olyan programot, ami azt gondolom, hogy 5 évre bőven meghatározza, és egész tempósan neki tudtunk állni. Ugye 2 hónapja működik az új elnökség, 35 pontban lebontottuk, határidőztük, és a 11 fős elnökség mindegyike vállalt bizonyos feladatot ennek a előkészítésében, és hát 2 hónap múlva azt tudom mondani, hogy nincs olyan eleme a Festetics programnak, ami ne indult volna el. Az említett kártyától egészen mondjuk a méltán nagy híres velencei tövízi sportiskola újraindításáig bezárólag. A jövő építése mellett a jelen is fontos volt, hiszen másnap reggel rajtolt a Fehér Szalag, a tókerülés előtti legnagyobb megmérettetés. Milyen hajók neveztek a versenyen? A Fehér Szalag most már 3. éve ketté oszlott, ami annyit jelent, hogy új kezdeményezésként 3 évvel ezelőtt elkezdtünk a klasszikus hajóknak egy futamot, a Classic Rand futamot rendezni, ami pontosan arról szól, hogy a Balaton összes klasszikus hajója együtt rajtoljon. Ez fél órával korábban történik, mint a versenynek a többi osztályának a rajtja, és hát értelemszerűen miután azok a gyorsabbak, összeérik a mezőny, és így lesz teljes a mezőny a versenyen. A Classic Round és a Mitsubishi nagy díj résztvevőinek is a Füred-Kenese-Siófok-Tihany-Füred útvonalat kellett teljesíteniük. A gyenge, de trükkös szélben azok döntöttek jól, akik Kenese felé a déli part ívét választották. Úgy gondolom, hogy a Fehér Szalag az mindnyájunknak a várakozásán túl teljesített, hiszen közel 200 hajó volt, amit most, ahogy éppen megvizsgáltuk, ez gyakorlatilag rekordnak is számít. Nagyon örülünk ennek a növekvő létszámnak, az időjárás is segített bennünket. Ezek a versenyek mindnyájunkról szólnak, a profiktól az amatőrig mindenkit ideértve, és reméljük, hogy a Kék Szalagon ugyanez a növekvő tendencia, ez az erősödő létszám, ez ott is meg fog mutatkozni. A cirkáló szakaszon a Principessa ellépett a mezőnytől, és ahhoz már későn támadt fel a szél, hogy a több testűek beérhessék a taktikusan versenyző liberát. Küzdelmes volt belülről, ugye volt kis szél, volt frissülő szél, és jó ellenfelek.
küzdelmes volt nagyon. Sikerült megnyernünk a versenyt, tehát abszolútban, és a nagy riválisainkat a magunk mögé tudtuk utasítani. Tehát a Vándort, illetve Ritkei Farkit, illetve a Gemini nevű Ventilot sikerült megverni, amit mi nagy fegyverténként élünk meg. A klasszikusok között a Sirocco volt a legjobb, ismét bebizonyítva, hogy néha az új szelek is a régi hajóknak fújnak. Ötödik alkalommal találkoztak az FMCG szektor, azaz a gyorsan forgó fogyasztási cikkekkel foglalkozó iparág képviselői, hogy pálya és túraversenyen mérjék össze vitorlás tudásukat a termékmix kupán. Persze nem csupán ez volt a cél. Egyrészt egy óriási show, egy nagy jó csapatépítő játék. A másik, hogy ez a szakma FMCG-be a L'Oréal is, mint szolgáltató, nagyon erősen ott van informatika oldalról, és ez egy jó lehetőség, egy fórum arra, hogy találkozzunk itt a különböző partnereinkkel. Elsősorban egy ilyen rendezvény fő célja azért az, hogy az irodában, illetve rendkívül sok stresszben dolgozó kollégáink, ügyfeleink kicsit jól érezzék magukat, és kikapcsoljanak, de azért ne szakadjanak el az üzleti lehetőségektől, a találkozástól, a kapcsolatfelvételtől, és hát gyakorlatilag ugye erőpróbaként is szolgál, mint ahogy ezek a futamok bizonyították. Tehát összesítésben azt gondolom, hogy egy fantasztikus rendezvényen vagyunk túl. Vitorlás verseny kiváló alkalomnak bizonyult. Ez most már az ötödik év is bizonyítja, hogy kiváló alkalom csapatépítésre és arra, hogy a cégek egy kötetlen formában találkozhassanak versenytársaikkal, más cégekkel, megismerkedhessenek, és egyrészt a saját csapatukat is építsék. Mese és Litkei Farkas ezúttal is remek házigazdának bizonyult, de a versenyző hajókon is feltűntek neves kormányosok. Nekem ez a verseny arról szól, hogy kiszolgáljuk a jövőbeli vagy a leendő szponzorainkat, tehát hogy mindenki, aki ezt a sportot szeretné támogatni, örömmel érezze a részét benne egy kicsit, és utána, hogyha mi elmegyünk egy nagyobb versenyre, akkor tudják, hogy miről szól a verseny. A 11 hajó mintegy 80 főnyi legénysége ideális szélviszonyok között versenyezhetett, és a profi kormányosok csapatai hatalmas csatát vívtak, mely emlékezetes módon dőlt el a L'Oréalesek javára. Azért itt látszik, hogy nem teljesen amatőrök ülnek a kormánynál, mert a pályaversenyen belekeveredtünk egy olyan szituációba, ahol a Rozsdi, a másik jó kormányos egy kicsit túlpörögte a bólyavételt, és ezáltal én beszorultam közé és a bólya közé. Hát ebből együnk se jött ki jól, mert őt is megbüntették, meg engem is, ugyanis én érintettem a bólyát, őnek meg egy szabálytalan fordulót hajtott végre. A másik haváriánk az meg egy bőszeles szakaszon jöttünk visszafelé Fűzfőről. Hogy nem teljesen profi a csapat, sajnos nem tudtuk leküzelni egy szélerősödést, és ezáltal felül volt anyunk, és elszakadt a bliszterünk, ami a hátszelet segítő vitorla, és ezáltal lelassultunk, le kellett vennünk, és így sajnos másodikak lettünk. Mi a pályán erősek voltunk, tehát az első futamot azt nyertük, a második futamban hibáztunk, elvittük a bóját is, meg a Király Zsolt is hajóstól, úgyhogy ott büntetés vállalásra kényszerültünk, egy hirtelen 7-20-at bevállaltunk, hogyha a pályaversenyt azt neccesen hoztuk. A túraversenyen meg Zsoltit üldözte a pech, hiszen előttünk vitorlázott, és abszolút ő futott be elsőnek a csapatával, ha le nem tépi a bliszterét, és az Éber L'Oréal csapat rá nem veti magát az első helyre. Úgyhogy Zsolti arcra hullott, mi pedig átfutottunk az első helyen a célon. A jövő évben is szeretnénk minél szélesebb körben meghirdetni, és újabb programokkal kibővíteni az eseményt. A vitorlásportban fontos szerepet játszik a hagyomány. A 145 éves bic pedig csupa tradíció. A horvát Boldizsár emlékverseny és főszponzora a Grupama egyaránt komoly szerepet játszik a hazai vitorlázásban.
A tavalyi nagy sikerül Katamaran világbajnokság után. Idén a Grupa Megállandása biztosító visszajött a Balatonra. A július első napján beköszöntött Szélcsend sem ártott a remek hangulatnak, sőt, külön házi versenyt rendeztek a biztosító társaság dolgozóinak. A Grupama csoport és a vitorlázás már hosszú kapcsolatra tekint vissza. 15 éves a közös múlt. A csoport azóta támogatja Frank Kamas földkerülő vitorlás versenyző karrierjét. A vitorlázás kifejezi a Grupama csoport értékeit és megtestesíti a bátorságot, a kitartást, a szolidaritást. És ez az a pont, a szolidaritás és az együttműködés, melyet igyekszünk a kollégáink között is megvalósítani. Igaza van a magyaroknak, amikor azt mondják, hogy ez a magyar tenger, hiszen a legtöbb szempontból felveszi a versenyt az igazi nagy vizek. Balatonfüredi Jachtklubnak egy nagyon régi személyisége Horváth Boldizsán, akiről annyit kell tudni, hogy egy nagyon híres orvos volt. Balatonfüred város házi orvosa volt a mai nyelvhasználattal élve. Egy rendkívül intelligens, értelmes ember volt, akinek az egyik hobbi a vitorlázás és a hajók volt. Nagyon sok hajóépítésben, tervezésben vett részt különböző tapasztalatjával és lehetőségeihez mértem. És az igazi apropója az, hogy minden vitorlázott ingyen gyógyított abban az időben, amikor térítés köteles volt a gyógyítás. Ez egy akkora dolog volt, és olyan nagy lehetőséget adott a város azon réteginek, aki nem engedhette meg magának, hogy méltán híres ember lett a köreinkben. Viszonylag jól sikerült, sajnos szél nem volt elég, úgyhogy igazából nem volt valós befutót. Ugye a teljesítményeket vagy képességeket nem tudtuk összemérni, viszont nagyon jól éreztük magunkat a kollégákkal. Én versenyeztem azelőtt is, biztosítós és bankárkupákon indultunk el. Ez ahhoz hasonló volt. Hát a vitorlázás az egy, az szerintem az egy életforma, egy sport és egy valami fajta olyan dolog, amivel egyszer beleszeret az ember, akkor azt nem fogja elengedni. Aki ezt kipróbálta, akkor szereti. Szabadság, szél, élmény, élvezet, természet, ezek azt hiszem a hívószavai a vitorlázásnak. Nagyon meleg volt, annyi szél, amennyi nagyon kellett, annyi összejött, de inkább a kitartás és a türelem volt a fő motivációs tényező. 51 hajó nevezett a mai versenyre, ez egy nagyon szép szám, mellette a verseny támogatója Grupama indított 7 hajót saját csapataival. A pálya balatonfüredi rajtal, egy palóznaki kemping előtti bójavétellel, egy gyönyörű tihany, üreg tihany alatti második bójával, ha hőjáréből van egy bója, és a befutó az pedig megint Balatonfüreden a közforgalom előtt volt. Az útvonalat végül 20 hajónak sikerült teljesítenie. Nevéhez méltóan a leggyorsabb a Speedy volt, abszolút másodikként pedig Diószegi Zoltánék katamaránja futott be, az Annát megelőzve. Fárasztó volt, mert Palóznaknál nagyon elállt a szél, utána meg a befutó előtt is, úgyhogy ezt nehéz volt lelkileg elviselni, hogy állunk egy helyben. Sokkal inkább taktikus volt, mint technikás. Tehát nagyon oda kellett figyelni, hogy hol fúj a szél, honnan jönnek az erősödések, honnan jön a frissülés, és elkapni ezeket, ha sikerül persze, mert sokszor nem tudtuk elérni. Ez egy lassú verseny volt, ennél mi gyorsabbra számítottunk, nekünk ehhez több szél kellett volna, hogy ennél jobban menjünk. A műsor támogatója az Aqua magazin és a Porthold.